Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban az Autoglym Clean Wheels nevezetű savas felnitisztítót fogjuk kipróbálni, amit az autofejlesztés.hu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, és az őszinte véleményet fogjátok látni és hallani, mint mindig. Akik követik régóta a csatornát, azok tudják, hogy én nem szeretem ezeket a savas felnitisztítókat alapból, tehát nem ez ellen a kifejezett termék ellen van bármi gondom, még úgy, hogy ki sem próbáltam, hanem én alapjában nem szeretem ezeket a savas felnitisztítókat, mert ugye nagyon egyszerűen megsérülnek a felnik, és ha a sérült felni használja az ember, akkor az nem tesz neki jót, valamint a gumi alkatrészek sem örülnek neki, meg a többi futómű alkatrész sem feltétlenül. No de, ezt most kipróbáljuk, értelemszerűen nem sérült felnin próbáljátok, hogy használjátok, valamint hűvösön és ugye nem közvetlen napsütésen, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy én ezeket nem szoktam ecsetelgetni, ugye a savasokat, mert nem foglalkozok vele. Tehát nekem, hogyha a savas nem hozza le, csak ráfúj rajta egy néhány másodpercig, és utána meg leöblít, akkor egyáltalán nem érdekel a dolog. De megnézzük, hogy ez a termék hogy működik. Úgyhogy csapassuk! Nos, fiúk, lányok, ez egy nagyon gyors teszt volt az Autoglym Clean Wheels-ről. Elég volt csak két keréken, hát aztán az egyik nagyon koszos volt, a másik nem volt annyira koszos, mint az előző, de az is koszos volt. Csomó kosz fennmaradt. Jó, lehet, hogyha egy percig hagyom rajta, meg mit tenni, akkor így jobban lehozta volna, viszont akkor valószínűleg a gumi sem örült volna annyira neki, az összes többi ilyen gumi alkatrész, meg mi egymás. Úgyhogy, hát nem, ne vegyetek savas felnitisztítókat. Van rengeteg nem savas, teljesen patika, sokkal jobb felnitisztító. Ami viszont még ebben a termében nem tetszik, ez maga a flakonja. Ahogy fújom, ömlik össze-vissza belőle a jó kis savas cucc. Igen, kesztyűbe kellene használni, de ettől függetlenül nem kellene azért így eresztenie. Úgyhogy az Autoglymnek van másik, ettől sokkal jobb felnitisztítója, inkább azt választjátok, mint ezt. Viszont értelemszerűen ennek is megvan a helye, a nagyon retkes ilyen ipari kerekek, meg akármi, amik jobban elbírják ezt, azokon érdemesebb ezt használni, mert ugye jobban leoldja, vagy kombinációját, hogy ezzel kezdeni utána egy másikkal,
oda bízom, én személy szerint azt mondom, hogy ne vegyetek savas felni tisztítókat. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!